tűnik itt az ideje, hogy a gyerekek iskolába induljanak. Van, aki inkább még aludna. Minden órát kihagynak. Tessa, ébredj! Ideje elindulni az iskolába. Tessa, ébredj fel! Jobb és bal. Vigyázz! Nézd meg a mozdulataimat. Andrew, kelj fel és ragyog! Ideje menni. Még 5 perc épp randim van. Ez így nem megy. Ti akartátok. Felkelni! Milyen év van? Nem is csókolóztunk. Gyerekek, mindenki készen van, ideje indulni az iskolába. Szia, anya, apa, az a helyzet. Mi ez az egész? Pontosan 1 perc van elkészülni. Az rengeteg idő. Megcsináljuk. Na gyere, mutasd meg, mire vagy képes. Most indul az idő. Csak aludni akarok. Rendben, készen vagyunk. Csak az van hátra, hogy összeszedjük a cuccainkat. Versenyezzünk, első. Második vagyok. Nem, én. Menj arrébb, mindenem megvan. Mindenben gyorsabb voltam. Ügyes vagyok. Persze, édes felhőm. Ne felejtsd el a reggelidet. Itt van felhő reggelije. Na, kedvencem. Hamarosan találkozunk. Hé, mit csinálsz? Légy óvatos. Próbáld elvenni. Nincs időnk erre. A szerelem elmúlt, ideje tovább lépni. Ó, te, ezt neked. A lábam. 5 másodperc van hátra. Kész vagyok. Bocsáss meg, szerelmem. Itt a tüzes reggeli. Köszönöm, anya. Sokáig kell várni? Igen, készen vagyok. Visszaszerezlek. Lúzer. És az idő lejárt. Végre mindenki itt van. Itt a vizes reggeli. Majdnem elfelejtettem. Köszi, apu. Rendben, család, gyerünk. Rendben, gyerekek, megyünk dolgozni. Hurrá, szabadság. Azt tehetünk, amit akarunk. Nem azt, amit akarsz, hanem amit kell. Jól tanulni. Segítsetek egymásnak, ne felejtsetek el enni. A mi kis napsütésünk, te jól viselkedsz, tudjuk. Mint mindig. Jaj, csit. Ha van valami, hívjatok. De jobb, ha nem. Viszlát. Este találkozunk, gyerünk. Nem fogd meg a kezem az iskolában. Szerelmem, olyan gyönyörű vagy. Hamarosan összeházasodunk. Ó, Istenem, mekkora papucs! Andrew, kitaláltam egy dalt! Itt jön Andrew, nézd! Elvették az eszét! Mi folyik itt? Nézd ezt a fát, ami az iskolánkban nőtt! Andrew, Tessa, segítsetek! Liliana! Soha nem voltam még ilyen közel hozzá. Hogy vagy? Mi? Nem mer nevetni a testvéremen. Adok egy kis ízelítőt, ha akarod. Mi van? Ez jó neked? Tessa! Tessa, gyerünk! Tessa, gyerünk! Te vagy a hősöm. Ne aggódj, most kiszabadítalak. Hé, szerelmes madár, gyere és segíts! Szia! Itt vagyok. Nem volt olyan nagy dolog. Szabad vagyok, köszönöm! Te egy olyan hülye vagy. Kinek az oldalán állsz? Nincs veszekedés, inkább egy családi ölelés. És? A gyávák elfutottak. Na jó, legközelebb kicsinálom őket. Ez a csengő. Siessünk az órára. Érdekel, hogy állnak a szülők a munkában? Mi történt itt? Miért van ekkora rendetlenség? Meg kell néznünk a széfet. Kiraboltak minket. Rendőrség, rendőrség. Valaki mindent ellopott. Mit csináljunk? Várj, van egy kameránk. Megtudhatjuk, ki volt az. Remek ötlet. Siess, kapcsold be a lejátszót. Ki ez az elf? Hé! Igen, kár, hogy maszkban van. Ellopja az összes fantasztikus cuccunkat. Itt volt. Nincs semmink. Figyeljük tovább. Talán leveszi a maszkját. A fenébe is, nem vette le. Hogy találjuk meg? Van egy ötletem. Kérjük segítséget. Halló, rendőrség? Halló. Most nagyon szomorú vagyok. Úgy tűnik, senki sem fog segíteni rajtunk. Mit fogunk csinálni? Jól van, gyerekek, ma a matematika dolgozat lesz. A matek szívás. Itt vagyunk. 15 percet késtetek. Kérem, bocsásson meg nekünk. Rendben, foglaljatok helyet. Lúzer. Ahogy mondtam, ma a dolgozatot írunk. Készen állok. Vegyél egy tesztlapot, és add tovább. Másolhatok rólad. Ketyeg az idő, 1/2 órátok van. Jó, hogy rengeteg puskát készítettem otthon. Hogy vagy? Csak dolgozatot írok, és te?
Hé, ne terelj el a figyelmedet! Koncentrálj a tesztre! Le kell másolnom rólad! Így jobb! Nincs csalás, mindent látok. Ha valakit csaláson érek, újra le kell írnia a tesztet. És mi van itt? Ez egyértelmű. Tessa újraírja a tesztet. Mit ért újraírás alatt? Tessa, új tesztlapot kapsz. Kérlek, bármit, csak ezt ne! Ó, meg is van. Lejárt az idő. Mindenki adja le a dolgozatát. Gyorsan, gyorsan! Hátsó sor, adjátok le a teszteket! Andrew, jó reggelt! Add be a munkádat! Nem fejeztem be egészen. Viszlát, lózerek! Csak nem fejeztem be mindent. De ez üres! Rendben! Felhívom a szüleidet! Ne, csak azt ne! De! Hello, Mr. Parázs, Mr. Wade! Azonnal jöjjenek az iskolába! Igen, természetesen azonnal ott leszünk! Most mit csináltak? Menjünk, a lopással később foglalkozunk. Jó napot, hívott minket? Igen, a gyerekei borzalmasan teljesítenek az iskolában. Lógás, késés, csalás a teszten. Egyszerűen már nem tudom, mit kezdjek velük. Értem, mi megoldjuk ezt. Kövessetek minket gyorsan. Micsoda család? Nem szégyellétek magatokat? Lili napfénye, már tanulsz? Nézd, mit fogok most mutatni neked. A dolgozatom hibátlan lett. Te vagy a büszkeségünk, olyan csodás vagy! Nem úgy, mint ti ketten! Miért nem tudtok olyan jók lenni, mint Lili, és tanulni rendesen? Még soha nem is kaptatok kitűnőt be, de karod mindig! Rendben, gyorsan átöltözni és tanulni! Ne gyertek ki a szobából, amíg nem végeztetek minden házi feladattal! Lili, te játszhatsz! Elegünk van a tanulásból. Mik ezek az idegen szimbólumok? Nem értek semmit. Mindig dicsérik Lilit, és engem szídnak! Egyszerűen nem értem ezt a matematikát. Lili, kis felhőm, futás. Győződj meg róla, hogy ezek a buta tesóid elvégzik a házi feladatukat. Ne aggódj, figyelni fogom őket. Efelől nincs okay. Kétségem, okos kislányunk. Szia! Én a legjobb, la-la-la. Ó, ezek a gyerekek. Megint kiraboltak minket. Hol a videó? Valami nem stimmel itt. Azt hiszem, a tettes a közelben van. Pontosan. Nem lett volna ideje messzire menni. Barátaim, szerintetek hol rejtőzik a bűnöző? A hűtőben? Talán a kandallóban? Vagy a bokor mögött? Írjátok meg kommentben, segítsetek megtalálni a tettest. Úgy tűnik, találtam valamit. Nézd, új lenyomatok. Ez bizonyíték, le kell fényképeznünk. És mi ez? A kettes számú bizonyíték. Fotózzuk le ezt is. Keressünk további nyomokat. Remek ötlet. Úgy tűnik, ezek a zöld lábnyomok a bokorhoz vezetnek. Mi van, ha ott van? Akkor elkapjuk és hívjuk a rendőrséget. Gyere elő azonnal. Elkaptad? Próbáljuk meg másképp. Elkaptalak. Elkaptalak. Klaun, te vagy az? Hogy merész ezt lopni tőlünk? Azonnal add vissza a cuccainkat. Drágám, hívd a rendőrséget! Hello, rendőrség! Elkaptunk egy tolvajt! Hé, hey, az! Le vagy tartóztatva, rabló! Jogom van telefonálni! Persze, itt a telefonom! Mondd a csíz! Ó, valaki hív! Felveszem! Hello, fiam! Letartóztattak! Segíts! Kit tartóztattak le ott? Köszönöm a telefont! Hagyd abba a rosszalkodást! Irány a börtön! Igen, ezt nem vártam tőle! Nézd meg, hogy minden a helyén van-e! Minden áru a helyén van. Igen, de egész nap nem adtunk el semmit. Drágám, ne légy szomorú. Most kijavítjuk. Sikerült felvennem pár rendelést. Tessék, minden, amit ma rendeltél. Gyere vissza hozzánk máskor is. Drágám, csodálatos vagy. Most már mehetünk haza. Miért nem mondtad, hogy ez apád rabló? Menj innen! Nem akarok többet beszélni veled. Hé, hey, Andrew! Cloud apjáról kiderült, hogy rabló. Már nem vagyunk együtt. Akarsz velem randizni? Hé, hey, kinek érsz ott? Hé, hey, nekem kegy. Nos, mindegy. Engem egyébként annyira nem érdekel. Jaj, nagyon éhes vagyok. Ó, igen, megvan a vizes reggelim. Ó, egy szöveges üzenet. Mi? A szerelmem randira hív. Ez életem legjobb napja. Rendben, készen állok. Mennem kell. Nagyon éhes vagyok. Ó, igaz, a tízes reggelim. Együnk egy kis szenet. Mi?
pompom lány próba? Oda kell mennem. Hé, mit gondoltok, hová mentek? A kilépés tilos. Megpróbáljuk együtt. Kérlek, Lili, hadd ugorjunk. Semmi esély. Mit szólsz ehhez? Wow, ajándékok. Szép munka, partner. Mi van benne? Na hát, érdekes. És mi van ebben? Sárkány és delfin. Nem ezt akartam. Ó, ne, nem enged el minket. És most ezt akartam. Én is csinálok magamnak egy felhős nyalókát. Nagyon finom. Nagyszerű, Lili. Nagyon klassz ajándékokat kaptál. Szóval most elengedsz minket? Szépen kérlek. Rendben, de csak egy órátok van. Azután itthon kell lennetek. Ideje megenni az édességet. Hol van? Kész vagyok a gyakorlásra. Akkor kezdjünk. Hé, hogy megy? Mit olvasol? Leülök mellé, ha nem bánod. Dolgozzunk. Gyorsabban, erősebben, magasabban, jobban. Gyorsabban, erősebben, magasabban, jobban. Van itt valami számodra, csak ne les. Andrew, ezt nekem, olyan szép. Ó, ez is gyönyörű, köszönöm. Ó, ne, lebuktunk. Figyeld meg, milyen ügyesen megkötöttem. Mit kerestek itt? Anya, szia. Anya, apa. Otthon kellett volna maradnod és tanulnod. Fogd a tuccaidat és menj haza házi feladatot írni. Majd találkozunk. Írok neked. Kínos volt. Tessa, Andrew, ti vagytok? Lili, miért engedted? Apa, anya, csak egy pillanat. Hé. Bocsássatok meg nekünk. Igen. Igen, igen, kérlek, bocsássatok meg nekünk. Sajnáljuk, nem csináljuk többet. Drágám, nem emlékeztetnek senkire. Ó, igen, kicsin. Szeretlek, baby. Wow. Ó, olyan gyönyörű. Gyorsabban, jobban, erősebben, magasabban. Meg kell tennem az első lépést. Igen, ez jó lesz. Sajnálom, de olyan gyönyörű vagy, ez a tiéd. Az enyém? Ó, milyen szép. Szeretem a virágokat. Hadd csókoljalak meg. Igen, igazad van. Okay. Gyertek ide. Nagy ölelés. Anya, apa, mehetek edzeni? Én elmehetek a randevúra, kérlek. Nos, oké, menjetek csak. Okay. Hurrá. Ünnepi ruha. Adj egyet, tesó. Kész. Menjünk. Csak 9-re legyetek itthon. Hol van mindenki? Halló? Távol csöng. Vedd már fel a telefont. Úgy tűnik elkéstünk. Senki sem válaszol. Igen, igazad van. Menjünk haza. Menjünk. Jaj! Katasztrófa. Mindig megsérültél? Jól vagy, édesem? Mi? Ki ez? Az új húgotok. Mindig vagyok. Hallottad? De miért? Találtak egy helyettesítőt. Gyerünk, legyetek barátságosabbak. Menjünk, Andrew. Hová mentek? Világá. Csak időre van szükségük. Nem szeretnek engem. Olyan gyorsan találtak új gyereket. Van elég kamaszkori problémám. Andrew és a drámája. Senkinek nem kellek, senki nem szeret. Ki kételkedne? A saját kezembe kell vennem a dolgokat. Mivel a szülőknek már nincs szükségük ránk, nekünk sincs szükségünk rájuk. Minden kész. Elvisszük a legértékesebb dolgokat, és új családot keresünk. És vigyázhatunk magunkra. Ha elérném, jaj! Gyerünk! Nem, nem tudom levenni. És még mindig pityereg. Andrew, elárasztod a lakást. Elég a drámából. Miért? Elmegyünk. Nem érem el a malacpersejt. Vedd le, Léci, és menjünk. Értem, segítek. Nem kell pánikba esni. Várj egy percet. Tessa és Andrew nem akarnak velem barátkozni. Jobb, ha elmegyek. Mit gondolsz, hová mész, fiatal elem? Minden rendben lesz, csak türelem. Tényleg? Most ülj le. Rendben. Jó kislány, nem kell elmenned.
Csak problémákat okozok. Véd, mit csináljunk? Hát, tudom. Ez a két plusz cimbora soha nem hagyott cserben minket. Mindi, nézd ki van itt, hogy felvidítson. Igen, Sárkány és Bána játszani akarnak veled. Segített, mosolyog. Mi volt ez? A gyerekek veszélyben lehetnek. Ez hangos volt. Maradj itt. Megoldjuk. Remélem nem történt semmi rossz. Drágáim, mi történt? Mi ez a rendetlenség? Hoppá! Magyarázatra lesz szükség. Nincs mit magyarázni. Nos, üres polcok, szétszórt dolgok, megpakolt hátizsákok. Nézzük meg közelebbről. Szerinted is az? Úgy tűnik, bajban vagyunk. Gyerekek, mit jelent ez? Ez mindig hibája. Miatta akartatok elszökni? Jó, tetszeni fog nektek, majd meglátjátok. Nem! Jobb, ha szót fogadtok. Különben? Íme, mindketten szobafogságban vagytok. Tegyetek rendet és menjetek a sarokba. A tervetek törölve. Ezt nem gondolod komolyan. Csináljátok most. Szia, Sárkány! Szia, Bálna! Kicsit unalmas, nem gondolod? Mindig segítesz nekünk, igaz? Persze, ez könnyű. Most már itt van felhő, de van több is. Kérlek, várjatok itt, srácok! Nekem és a felhőnek van még egy feladatunk. Vannak víztűz és levegős játékaink, csak a földes hiányzik. Szükségünk lesz egy hajtásra. Megvan! Ültessük el, most adjunk hozzá egy kis vizet. Voilà! Megvan a táncoló kaktusz. Annyira vicces! Milyen szörnyű viselkedés! Takarítani! De anya, apa, várjatok! Nos, csak rontottunk a helyzeten. Olyan szeszélyes! Igen, nem úgy, mint Mindi. Édes Sárkány, anya, apa, játszunk! Mi? Örömmel! Ez a felhő! Szia! Örvendek! Annyira szomorú, hogy nem tudtunk elszökni, és hiába törtem össze a malac persejt. Na nem baj, most megjavítom. Olyan, mint az új. Bátyó, tudnál segíteni? Persze, gyerünk! Tegyük oda a malackát, ahová való. Essünk neki! Csak néhány dolog van hátra. Először a könyvek. Megvan! A kedvenc dobozom. És a kis virágom. És persze a fejhallgató. Kész! Nagyszerű csapat vagyunk, de nem akarok a sarokba menni. Én sem. Utálom azt a szivacsot. Nos, mit tegyünk? Várj, hallod? Milyen jól el vannak. Na hát. Elfelejtettem, milyen szórakoztató. Mindit választották. Nézd csak azokat a boldog arcokat, mintha egy tökéletes család lennének. Csúnya, Mindi! Megsérültem! Édes lányunk! Fáradt vagy, drágám? Persze, ideje lefeküdni, gyerünk! Van egy ötletem! Benne vagyok! Csak a szél, azt hiszem! Gyerünk, feküdjünk le! Ó, nem megy játékok nélkül! Igazad van, véd, hoppá! Ez Mindi! Félek! Megvagy! Rémes éjszakát! Mi folyik itt? Mindi, drágám, ne félj, semmi baj! Itt vagyok! Talán túl kemények voltunk. Túl messzire mentetek. Igen, mindketten. A sarokba. Hát... Nem szeretnek minket. Menjünk innen! Gyerekek, várjatok! Mindi, ne menj sehová. Játsz itt. Az én hibám. Meg kell találnunk őket. És haza kell hozni őket. Hívd a 911-et gyorsan. Hello, kicsöng. Vedd fel a telefont, ettől féltem. Nincs válasz. Majd meg fogjuk találni őket. Senki sem ismeri őket jobban, mint mi. Igazad van, drágám, hozzuk haza a gyerekeinket. Itt biztonságban lennének. Siessünk. Remélem megtalálják őket. Kezdjük a legközelebbi szomszédokkal. Nyisd ki! Senki sincs otthon. Próbáljuk meg ezt. Gyerünk! Hallom a lépteket. Nem, ez semmi. Ó, szomszéd Cloud. Láttad ezeket a srácokat? Sajnálom, de nem. Parázs, mi van, ha örökre elveszítettük őket? Mit tegyünk? Fogd a hangos
most beszélünk, talán segít. Köszönjük. Nem veszíthetjük el a reményt, keressük tovább. Nem tudok csak ülni és várni, meg kell próbálnom megtalálni a testvéreimet. Oké, lássuk. Muszáj volt nyomokat hagyniuk. Igen, látom, minden tiszta. Úgy tűnik, a lábnyomai kifelé vezetnek. Nem tudtak messzire repülni. Ez ólom. Hol vagytok, kedveseim? Tessa! Andrew! Nincs válasz. Hiába való az egész. Talán végre szerencsénk lesz. Sziasztok! Új szülőket keresünk! Mi? Hülyék! Nem vicces! Nincs családunk, te gazember! És nincs otthonunk. Senkinek sem kellünk. Megtaláltalak benneteket? Abba hagynád az üldözésünket? Várjatok! Van egy meglepetésem. Adjatok egy percet! Meg is van! Ezt nektek csináltam! Nyalóka! Egész nap nem ettem! Köszi! És már éhes vagyok! Pincsi! Béke! Béke van! Menjünk haza! Alig várom! Az egész nap hiába való volt! Nem találtuk őket! Mit csináltunk, Parázs? Várj! Mindi! Lányom! Mindi, ott vagy? Nem látom őt. Talán bujkál? Mindi, hol vagy? Drágánk, gyere elő! Ne ijesztgess minket, Mindi! Hol bujkálsz? Nincs itt. Itt sem találom. Ó, ne! Szörnyű szülők vagyunk. Mindi! Teljes katasztrófa. Ez... Hello! Gyerekek, nagyon örülünk, hogy hazaértetek. Soha többé ne csináljatok ilyet. Ó, mi ez, Parázs? Majdnem elfelejtettem. Ideje dolgozni. Vár a bolt. Jó szórakozást, kedveseim, viszlát! Sok szerencsét, anyu, viszlát! Ó, kifogytunk a tűzgolyókból. Szégyen. Csinálnom kell ujjakat. Ó, ezek nagyon nehezek. Ahányszor megkérem Claude-ot, hogy segítsen, soha nem teszi meg. De Wade mindig segített nekem. Mindig kéznél vagyok, szikrá. Bármit megtennék érted. Szeretlek, Wade. Régen volt. Kár, hogy a közös életünk idáig fajult. Hoppá! Nem akarom felgyújtani az egészet. Nyugodj meg, Parázs. Szedd össze magad. Nem vagy jó eladó, Wade. Csúcs kategóriás üzletember vagyok, de te rossz szakács vagy, Parázs. Ó, tényleg? Ez hazugság! Nincs szükségem Wade-re. Meg leszek egyedül is. Ez idő alatt is remekül bírtam segítség nélkül, és ezúttal is meg tudom csinálni. Valamiért örököltem apám boltját. És gyerekkorom óta ismerem a jellegzetes receptjét. A mi tűzgolyóink a legjobbak a városban. De néha nehéz egyedül megoldani a dolgokat. Olyan fáradt vagyok. De nem baj, kell a pénz. Lilinek jó oktatásra van szüksége, szóval csináljuk. Hurrá! Én vagyok az első a sorban. Kaphatok egy médiumot? Siess, alig várom. Ez jó móka lesz. Persze, már is adom. Igen, passzol tovább. Gyerünk, érzem, hogy gól lesz. Ideje kinyitni. Rendben, remélem tetszik. Túl messzire mentek. Senki nem csinálhat ilyet Claude-dal. Lássuk, ez hogy tetszik Lilinek. Apa, imádom a játékaidat. Mit csinálsz? Rendben van, Lili, nyugodj meg, hagyj is, aki csak figyelj. Valami finomnak kell lennie. A bokrom! Olyan régóta növesztem. Megérdemelted? Lili, most már elveheted. A jégfürdőt nem adom. Miért képzelnek? Claude-dal nem packázhatnak. Megrendelésre készült. Csodálatos! Köszönöm, apu. Olyan régóta álmodoztam a labdáról. Akarsz játszani? Szeretnék. Szóval foglald el a helyed. Kész vagyok. 3, 2, megy! Ó, ez kezd veszélyes lenni. Remek dobás, kölyök. Csak a bokromat ne érje. Ez az én drágaságom. Ez a legjobb ajándék a világon, apa. Megint ez a fős. Nem vagyok itt trópusi pálmafa. Elég volt. Mi van? Jaj, túl meleg. Kidobta a labdát.
Lili, drágám, ne légy ideges. Veszek neked egy másikat, és te ezért még megfizetsz. Mit csinálsz velem? Közepesre akarom. Ez furcsa lesz, de imádom a zsírmentes golyókat. Tessék, még jönnek. Remek, a mai eladás elég jó lesz. Imádom ropogós kéreggel, köszönöm. Az önrendelése. Hurrá! Ez az ötödik. Kaphatok még? Kérek egy feketét. Két médiumot, kérlek. Jó étvágyat, jó szórakozást. Ó, oh, gyere újra. Utás! Nem bírom tovább. Hogy csinálta Véd ilyen könnyen? Itt van egy polcunk tele biotermékekkel. Bár teljes kínálatunk csak természetes alapanyagokból áll. Ezek a termékek különlegesek. Apa, kaphatok egy golyót? Persze, itt van. Dehogy is, ez eladó. Csak egy tűzgolyó. Jobb, ha kimegyünk innen, szép napot. Holnap jövünk, vagy nem. Elrontod Lilit. Mi a baj ezzel? Minden. Nem olyan jó. Nincs szükségem Vadre. Ne sírj, fényem. Jaj, valaki éhes. Bogarak. Megakadályozzák a növények szúnyókálását, de van megoldásom. Perfekto! Ideje dobni egy kis fát a kemencébe. De honnan vegyek? Van egy ötletem, várj itt! Ismerek egy helyet! Hopp! Nem tudtam, hogy képes erre! Hurrá! Csinálunk tűzgolyót! Mi történt? Tűz van! Csak várj! Aludj, aludj, Kamilla! Álmodj egy kicsit! Nos, nem ébredt fel egy hamar, menjünk ebédelni! Kövess! Megvan a tál, már csak egy kis varázslatot kell használni. Semmi baj, emlékszem, mit tanítottál nekem anyuval. Voilà! Micsoda illat, kérsz? Jobban szeretem a folyadékokat, egy ilyen napsütésem. Na jó. Hé, azt hiszem túl sokat ettem. Biztos vagy benne, hogy tele vagy? Még egy párat, nyisd ki a szád. Nem, nem, ez túl sok. Van egy jobb ötletem. Játszhatunk velük. Remek ötlet. Készen állok. Dobd ide. Kapd el. Hoppá. Igen, ez jó móka. Most kapd el te. Felébresztetted a bennem alvó ördögöt. Hoppá. Most elveszem a jó kedveteket. Elég volt. Na most csináljátok. Apu, segítség. Segítség valaki. Kész. Jó étvágyat. Köszönöm. Várj egy pillanatot, adok visszajárót. Ó, ne. Mit csináltam? Elégettem a mai bevételemet. Sajnálom, nincs apróm. Nem az én bajom. Hová? Oké, a napnak vége. Őszintén örülök, hogy így van. Tudok lazítani, de csak azután, hogy rendet rakok itt. Minden, ami megmaradt a pénzből, a szemétbe megy. Hiába való volt a sok munka. Nos, nem baj, holnap új nap lesz. Igyekszem behozni. Olyan jó lenne nyaralni menni. Mi az? Ó, a régi családi fotónk. Igen, emlékszem arra a napra. Lili születésnapja volt. Csináljunk még egyet. Mondd, hogy cheese. Nagyon jók lesznek a képek. Hárman nagyon boldogok voltunk. Tudom már, ideje helyrehozni. Befejeztétek a játékot, mi? Senki sem meri bántani Claude-ot. Hagyj minket! Mit csinálsz, bokor? Ez nem az, aminek... Tűnj el a házunkból! Anyu, nagyon örülök, hogy itt hol vagy! Ne felejtsd a cuccaidat! Varázs, megmentettél minket! Megmentettél Claude csapdájából! Nagyon sajnálom! Csak veled akarok lenni. Ó, azok a felnőttek! Várjuk, mi folyik itt? Új erőket kaptam! Édesem! A családunk újra együtt van! Nagy ölelés, mint apa lánya! Ugye, drágám? Mi lesz velem? Kicsim! Vége! De Parázs, szeretlek! Nem hiszem el! Kifelé! Hát megint egyedül vagyok. Csak Vadet és Lilit akartam megleckéztetni, és nem akartam bántani őket. Nos, talán egy kicsit. Talán Parázs meggondolja magát. Lányom. várunk. Rendben, oké, elmegyek. De ennek még nincs vége. Megbánod, hogy elüldöztél. Majd meglátod. Visszajövök.
szerencsétlen a szerelemben, szerencsés a lopásban. Igazából van még egy hölgy. Miután Tessa felhő meglátja a fogásomat, nem fog ellenállni a bájaimnak. Szükségem lesz erre, és használhatjuk ezt a szőlőhelyet. Kirabolok még pár házat, aztán meglátogatom Tessát. Jackpot! Ez a kis laptop már az enyém. Lelépni! Úgy tűnik, hivatlan vendég érkezik. Vigyázz, Brian! Nincs egy senki! Hú, van mit ellopni! Szeretek lopni karácsonyra! A házigazdák annyira hanyagok, az ünnepi forgatag közepette! Mennyi zsákmány van itt? Anya, bárki, segítség! Szerencsés nap! Jól tippeltem! A kandallónak tüzelőre van szüksége! Nézzük meg a többi szobát! Hoppá, nem kockáztatok. Ideje lelépni. Várjunk, mi ez a szivacs? Már csak elhaladna mellette. Olyan hatalmas, boxzsáknak is használhatná. Balhorog, kapuhorog. Uram, kérem, hagyj abba. Nem kell edzőterembe menni. Gyere velem, otthon fogok gyakorolni. Baj van, elvitte a kis Brian. Jobban vagy? Úgy tűnik. Nos, foglalkozzunk a másik gyerekünkkel. Itt az ideje. Ne menjetek el, félek egyedül maradni. Kis parázs, otthon vagy, ne félj. Van egy ötletem. Nézd, micsoda játék. Neked való, ne légy szomorú. Wow. Tetszik, apa. Szuper, játsz a karácsonyfa alatt. Azt hiszem, az én szeretett öcsém hiányzik. Lili, jól van. Menjünk és nézzük meg Bryant. Én óceánom, én tűzem. Áj, túl nagy a csend. Üres a játékpolc, az ágy meg van vetve. Hol van Brian? Furcsa sikolyok. Ellenőriznem kell. Valami történt. Talán bujocskát játszik. Nézzünk körül alaposan. Nem, nincs itt. Szóval, az ágy alatt? Lehetséges. Drágám, gyere ki! Semmi. Hol van? Csak ellenőrizzünk minden zugot és rést. Nincs. Várj! Ó, parázs! Mi az? Oda nézz! Bizonyíték! Hidd a zsarukat! Semmi sem jobb. Egy ebéd utáni szunyukálásnál. Hogy az a... Nem segít. Majd megoldjuk. Hoppá, hogy fogok csinálni, mintha végig a fa mellett játszottam volna? La-la-la-la-la-la, milyen jó itt! Aj, hogy mondjuk el neki? Mi? Eltűnt az öcséd, a cseppünk Brian nincs sehol. Ez... Katasztrófa! Édesem, ne sírj! Megtaláljuk az öcsédet, megígérjük! Remélem, ez a tüzes cuki felvidít. Köszönöm, anyu! Drágám, maradj itt! Ne menj sehová, és mi megkeressük Brian-t. Senkinek ne nyiss ajtót. Elmentek, remélem nem találnak meg, szemtelen csepp. A torkom kiszáradt. A víz a legrosszabbkor fogyott el. A szerelmem visszatért a munkából. Mit hozott ez úttal? Hello? Mi ez? Wow. Tetszik! Hoppá! Furcsa hangok. Mit hoztál ide? Mindent megoldok. Kezd a másik végétől. Tűnj innen. Nem számít, ki vagy. Ez a kölyök él? Hoppá, elkaptak. Te elhoztad valaki más gyerekét? Hogy történt? Honnan jöttél, nedves? Brian nagyon fél. Rendben, kicsim, ne félj. Nem fogunk bántani. Adnál pár cseppet a néninek? Gyerünk, oszd meg egy kis nedvességet, kérlek. Hú, micsoda képességek! Köszönöm, drágám. Segítettél, haver? Nem nagy ügy. Kölyök, tehetséges vagy. Öblíts ki egy poharat, drágám. Ajándékba akarok valamit adni, kicsim. Szeretsz labdával játszani? Ilyen még biztosan nem volt. Igen, imádok. A legpattogóbb és leglevegősebb labda. Hoppá, ne haragudj. Nem akartam.
Ideje lopni menni. Szóval valaki, aki rendelkezik tudással, szükségem van egy cinkosra. Mit szólsz, Felhő? Ugyanarra gondolunk, kedvesem. Csepp kiváló partner lenne a munkádban. Nos, benne vagy. A lopás rossz. Melyik ajtó? Talán ez a koszorúval. Igen, kopogj. Jó napot. Látott egy vizes... Oh. Miért ilyen hangos? Nincs ajándék neked. Hoppa, nincs itt. Próbáljuk meg a másik ajtót. Úgy tűnik megint elrontottuk. Micsoda élet! Igazi sárgarépa kell, nem ez a plüss hülyeség! Hoppá! Hagyjuk! Harmadik ajtó? Jó ötlet! Van ott valaki? Csend van, furcsa! Véd! Ugyanaz, mint amit a gyerekszobában találtunk. Nyitva! Akkor menjünk be! Mi tart vissza? Semmi! Fia, megtaláltunk! Vannak szülei! Anya! Végre velünk vagy, kis csepp? Mit keres itt a szivacsod? Miért vannak itt a játékaid is? Foglalkozz velük! Ó, te növény! Nőj! Hagyd abba! Nem csinálom többet! Milyen vad zöld nőtt Claude fejére? Ez az! Köst szorosabbra az ágakat! És fizest ki az adósságot! Te leszel a karácsonyfán! Aj! Tartsd vissza a mennydörgésedet! Brian, menjünk haza! Na hát, micsoda nap! Legalább a játékokat itt hagyták. Tévedsz, néni, be! Micsoda modor! Olyan szomorú az öcsém nélkül! Olyan üresnek tűnik a szoba! Nincs kivel vitatkozni, nincs kivel kötekedni! Nem feledem, Brian, milyen viccesen horkolt álmában! Az egykor élénk és vibráló életem melankóliává változott! És milyen jó volt megviccelni! Hülye kis öcsém, hiányzik! Bárcsak meg lehet-e találni? Valaki jön! Remélhetőleg ők azok! Hűha! Teljesült a kívánságom! Csak semmi hülyeség, zöld srác! Jobb, ha átadsz a zsaruknak! Kellemetlen fickó! Brian! Szia! Elelés, nagyon hiányoztál! Vissza! Ismerem a trükkjeidet! Bocsáss meg, nem ugratlak többet! Adok egy tüzes ígéretet! Rendben, béke! Testvérem! Olyan jó újra együtt lenni! Ez a fa még a réginél is jobb! Vedd le a kezed az ágaimról! Beszélő fa! Vajon milyen ajándékot kaptam? Remélem ez egy vízipisztoly! Minden kalandunk ellenére ez életünk legjobb karácsonya! Egyetértek, Parázs! Nézd meg, a gyerekeink hogy kijönnek egymással! Kicsomagolunk pár ajándékot? Miért nem a Mikuláshoz vagy a hóemberhez törtem be? És álmodj egy téli meséről, fiam! Jó éjszakát, kis Parázs! Alszana! Ne ébreszt fel őket! Menjünk, hadd pihenjenek! Végre elmentek! Amíg Lili mélyen alszik, a bátya csínyre készül. Vigyál egy kis vizet. Mennem kell. Brian, most megkapod. Mint ha félnék. Kapd el ezt a tűzgolyót, haver. Ne, anya. Még egy darabot, na. Anya. Ezek a gyerekek megint harcolnak. Oké, azonnal jövök. Várok. Szóval mi történik itt? Vizet öntött rám! Anyu, segíts! A szenvedélyek tombolnak, véd! Jövök, kedvesem. Lili megint azt csinálja. A tűz nem gyerekjáték, kiiktatom. De apa, ő a hibás! Elég, hagyd abba! Szegény fiam, megijedtél. Nem fogja még egyszer ezt tenni, ígérem. Egy hét, nem, egy hónap édesség nélkül. Így, kérsz egy kis kakaót? Holnap veszünk neked egy robogót. Hallod? Mi? Ez igazságtalan. Hívd minket, ha megint zaklat. Szép álmokat. Ó, nézd, milyen aranyos. Majd megbosszulom. Aludj. Oké, már az ágyban vagyok. Jó éjszakát. Siessük, a finomságok várnak. Egy hónap édesség nélkül, ez olyan kegyetlen. Apa. Hé, Brian, tüzet gyújtottam, kelj fel.
Maradj békén, alszom. Kelj fel, tűz van! Mi? Miért dobtál meg? Asztra! Hozd el a tüzet, gyerünk, gyorsan! Szület!